Szeretettel köszöntöm a hölgyeket és az urakat. Megtisztelő, hogy módon van a hódoltság korszakáról egy pár fragmentumot, egy pár töredéket önök elé tárni. Kecskemétről jöttem, tehát úgy illett volna, hogy a beszélő köntöst is hozom. Kérem, nézzék el nekem, hogy ezt most nem tettem meg. Ahhoz, hogy összefüggéseiben a hódoltsági terület zsidóságát és a zsidóságra ható erőket megismerjük részben, ehhez bevezetőként mint a királyi Magyarország, mint pedig Erdélyben élő zsidó közösségek történetéről egy-egy rövid gondolatot hagyosszak meg önökkel. Az első egységben a királyi Magyarország. A mohácsi vészt követő néhány évtized alatt az ország három részre szakadt, és annak megfelelően különbözőképp alakult az ezeken a területeken élő zsidóság sorsa is. A királyi Magyarországon folytatódott a korábbi évtizedekre jellemző, a magyarországi zsidóságot alapjaiban fenyegető úgynevezett kiszorítósdi. Újabb, egyértelműen koncepciós vérvádperekre került sor Bazin 1529, Nagyszombat 1536. És részben ezek nyomán a helyi hitelügyletekben és kereskedelemben érdekelt zsidókat kiűzik a városokból. Pozsony, Sopron 1526, Bazin 1529, Nagyszombat, Galgóc 1539. Az elkövetkező közel 150 évben a zsidóság néhány száz tagja a nyugati határ mentén földesúri fennhatóság alatt álló birtokon és mezővárosokon tengette életét. E terület kis számú zsidósága az askenáz ritust követte, életüket intolerancia és számos korlátozás sújtotta. Második gondolati egység, Erdély. Erdélyben, ahol a zsidók szorványos jelenlétére utaló néhány adattól eltekintve csak a 16. század második harmadától állnak rendelkezésünkre dokumentumok, a hódító törökök nyomán bukkannak föl nagyobb számban a Balkáról származó görög, rác és zsidó kereskedők. Egy héber nyelvű forrás már 1591-től említi a gyulafehérvári béddint, azaz rabbinikus vallási bíróságot. Az első kiváltságlevél azonban csak 1623. június 18-án kelt, amikor is Bethlen Gábor fejedelem engedélyt adott néhány oszmán birodalombéli zsidónak az erdélyi országi törvényes letelepedésre, szabad vallásgyakorlatra és kereskedelemre, kinyilvánítván egyben, hogy a zsidó közösség nem felelős az egyes zsidók esetleges rossz cselekedeteért. A privilégium szerint a gyülekezet tagjai szabadon mozoghatnak az országban, és külföldre is mehetnek. Részt vehetnek a fejedelemség bel- és külföldi kereskedelem kiépítésében. Zsidó bíró állhat a közösség élén, aki dönthet ügyes, bajos dolgaikban. Megkülönböztető jelek viselésére nem kényszeríthetőek, az úgynevezett a keresztények ruházatába járhatnak. Ebből a Bethlen Gábor fejedelem által kiadott 1623-as privilégiumból, törvényből idézek. Először. Kijelölt helyet fognak kapni lakásul és kereskedésük gyakorlására, a mi és a lakosság biztosaitól védve. Másodszor. Megengedtetik nekik, hogy szabadon kereskedjenek és különféle árukat hozzanak be az országba, Konstantinápolyból, községről községre vándoroljanak, az országból ki-ki alkalom szerint távozhassék. Harmadszor. Rendeltessék ki egy jogban jártas nemes bizalmú férfiú, ha valamikor a köztünk elintézendő és bevégzendő ellentétek kívánnák, aki ügyeiket ne csak védje, de elő is mozdítsa. Ellenben gondosan ügyeljen rá, nehogy nyíltan vagy titokban cselekedjenek valamit felségünk vagy az állam, avagy a hatalmunk ellen. 11 pontból áll ez a privilégium, amely Kolozsváron kelt 1623. június 18. napján. Az oszmán birodalomba irányuló ki- és beviteli kereskedelem, a görög és zsidó kereskedők kezében volt, de a szultán alattvalói a törvény szerint Szászebesen, Szebenen és Gyulafehérváron túl beljebb nem jöhettek. Áruikat csak a vásárok alkalmával vihették az ország belsejébe, amikor viszont ők is vásárolhattak a belföldi árukat, úgymond kivitelre. A zsidó kereskedők hozták az árucikeket Konstantinápolyból, Velencéből, Bécsből, Krakóból, hoznak hintókat, szerszámokat, élelmiszert, fűszert, angliai ónedényeket, kristályokat, tükröt, festményt, drága ékszereket, hangszereket. Bethlen Gábor maga is kereskedelmi kapcsolatban állt a konstantinápolyi kereskedőkkel, közöttük zsidókkal is. Nagy mennyiségű higanyt ebben a korban úgynevezett kéneső adatot el nekik. A jellegzetes erdélyi viselet, lakberendezés szállítói is hosszú évtizedeken át a Törökországot járó zsidó kereskedők voltak, s jobbára ők közvetítették az erdélyi, úgymond úri ízlésben, de a népművészetben is meghatározó jelentőségű törökös stílust. Ezért célszerű volt számukra az állandó letelepülés. Az erdélyi városok zömének zsidókat kirekesztő kiváltságai miatt a bevándorlók Bethlehem kiváltságlevelének szellemében leginkább az általuk már korábban is látogatott Gyulafehérváron terepedtek meg. Igaz, e város vezetőségének ellenállása miatt itt sem a belterületen, hanem egy külön kijelölt gettóban. Ez a rész már sokkal inkább egyfajta kapcsolati konnotációt ad, egy átmenetet, amely Erdély és a hódoltság között mozgó zsidó kereskedőknek egy-egy történetét, egy-egy töredékét helyezi elénk. A község szefárditusú volt, saját zsinagógával és előjárókkal, közös vezetés alatt állt, egy kis létszámú Lengyel-Litván unió területéről Moldován keresztül beszivárgó, alacsonyabb társadalmi és kulturális nívón álló askenáz közösség is. Gyulafehérvár városa a zsidók kényszerű befogadása után is mindent elkövetett, hogy megszabaduljon a hivatlan konkurenciától. Panaszt követett, hogy a zsidók elébe mentek az idegen kereskedőknek, a városon kívül vásárolnak minden portékát, és drágában adják tovább. Az ismétlődő vádak eredményeképpen végül is 1650 évi Gyulafehérvári országgyűlésen határozatba ment, hogy a zsidók, és ezt ugyancsak nem szívelt, úgymond görög kereskedőkre egyaránt vonatkoztatva, közelebbéről meg nem határozott nemzeti köntöst viseljenek. És második Rákóczi György fejedelem kizárólag Gyulafehérvárra korlátozta a zsidók lakhatását. Számuk érdekes, 1653 és 1698-ban egyaránt 60 fő volt. A zsidó ruha, a fehérvári gettó bekerült az 1653-as alaptörvénybe is. A török kiűzését követő hatalomváltás megpróbáltatásai és az új Habsburg kormány zsidóellenes gazdaságpolitikája annyira meggyengítette a fő kereskedelmi útvonalaktól egyre távolabb kerülő, és így a zsidók számára mind kevésbé vonzó Erdély egyetlen zsidó közösségét, hogy 1714-ben már csak 7 adófizető volt. Akik persze nem tudtak megbírkozni a nagy terhekkel, érdekesség, hogy 1754-re ez a szám már 31-re emelkedik. És a harmadik rész, a vizsgálat tárgya a török hódoltság. A Buda elfoglalását 1541 követő 150 évben másfajta sors jutott a hódoltsági területeken élő zsidóságnak Magyarországon. Az óriásira duzzadt Oszmán Birodalom sem a nyelvi, kulturális asszimilációra, sem a muszlim vallás felvételére nem fektetett külön hangsúlyt. A zsidók szabadon mozoghattak, kereskedhettek birodalom szerte. Ellentétben a keresztény világ országaival a törökök pusztán a vallásuk miatt nem alkalmaztak különleges bánásmódot a zsidókkal szemben. Ha szenvedtek is, a tisztségviselők a hatóságok önkényétől, az a török berendezkedés természetéből következett, visszáságából, nem pedig a zsidóság elkülönült és elkülönített helyzetéből eredt. Jó lehet, a hódoltság korában a három részre szakadt országban Budán élt a legnagyobb zsidó gyülekezet, a kezdet nem volt a legbíztatóbb. A mohácsi győztes Szulejmán szultán 1526. szeptember 22-én a zsidó sátoros ünnep, azaz Szukot első napján a Budán visszamaradt, jó kereskedő és kézműves hírében álló zsidókat az esztergomiakkal együtt országai kereskedelem és iparűző rétegei gyarapítandó erőszakkal hajóra rakatta és Konstantinápolyba, valamint a birodalom európai részeibe, Szófiába, Szalonikibe, Kavaléba, Montasztribe telepítette át. De jutott a budai zsidókból a Szentföldre is. Például a Szavdre és néhány más család. Csak közel egy évtized múlva költözik új élet az askenázi zsidók által Offennek, a szefárd vagy törökös hagyományban Budunnak nevezett város északnyugati részén fekvő elárult zsidó utcában. A hajdani budai gyülekezet több tagja telepszik vissza, és felbukkannak a Balkánon, az Oszmán Birodalomban élő zömében az ibériai félszigetről származó szefárd zsidók is, akiket az összeírások egy ideig vendégeknek nevez. A hajdani királyi székhely 1541 évi tartós török birtokbavétele után számos belgrádi, szendrői, szaloniki, szófiai, kavali, vidni, szarajevói, sőt egyenesen Isztambulból és Szvátról is érkező zsidó család telepedik le Budán. Az 1580-as évi összeírás szerint Budán 64 házban 88 család élt, mintegy 800 léleknek felelt ez meg. Két korabeli írást találtam, amely Buda elfoglalását a török szemével írja le, míg egy másik történet pedig a Habsburg Birodalom által. Az első Feredi Effendi, a törvényhozó Szulejmán szultán története című könyvből való részlet. Azonban a Budun várában lakó hitetlenek nem bízván várukban és szent harc foglalkozó hadsereg támadásának ellent állni nem lévén erejük, kényszerűségből megszöktek, a várat üresen hagyták, s legnagyobb részük csak életéért remegve javaival és ingóságaival sem törődött. Úgyhogy a feslet erkölcsű hitetlenekből, a szegényeken és a zsidókon kívül senki sem maradt benne. Mikor a napként ragyogó zászlók e város környékére vetették fényüket, az említett zsidók halotti leplet akasztottak nyakukba, elébe jöttek a győzelmes hadseregnek, és a föld porához dörzsölve arcukat kegyelemért esedeztek. Alázatos kérelmük meghallgattatás helyére jutván személyük és vagyonuk számára kegyelmet nyertek, és az említett zsidók, akik 2000 családnál nagyobb számmal voltak az iszlám országába, küldtek hajókon. Ez a török forrás. Nézzük a német forrást. A zsidók, akik nagy számban éltek Budán, életükért és szabadságukért hősiesen védték magukat. Mielőtt Solomet a török bevonult volna, Budára 200-an közülük, akiknek vagyontalansága nem tette lehetővé a menekülést, elfoglalták a királyi várat, s amikor a császár, a szultán be akart oda vonulni, olyan ágyútűzzel és lövöldözéssel akadályozták meg a bejutását, jó lehet, alig pár napra való élelemmel rendelkeztek, hogy a szultán megígérte nekik, hogy megtarthatják az életüket, ha nem akadályozzák bevonulását, és ezt be is tartotta. Amikor már a vár elfoglalása után a trónon ült, végül rábeszéléssel elérte, hogy vele mentek Törökországba. Nagyon izgalmas, hogy ugye a két forrás konkrétan ellentmond egymásnak. Ezért is érdekes, amikor megpróbáljuk megismerni a zsidóság történetének e korszakban többek között a budai fragmentumait. Nagyon röviden. A török gazda türelmes volt, nem nézte rossz szemmel a zsidók megtelepedését, nem igényelte megkülönböztető ruházat viseletét, és ami a vallásszabadság engedélyezése mellett a legfontosabb volt, nem ragaszkodott ahhoz a keresztény országokba dívó gyakorlathoz, amely a zsidók tevékenységét áru és pénz, leginkább vagy hitelügyekre korlátozta. tiltva őket másfajta tevékenységektől, például földtulajdonlás, közhivatalviselés, és a hódoltság idején fennmaradnak olyan anyagok, Buda, Pest, Székesfehérvár, Ráckeve, Vörösmart, Paks és Szeged, ahol látjuk, hogy a zsidóság adóvám, váltóház, korcsma, híd és révbérleti, illetve tisztviselői, kincstári, hivatalnoki feladatokat is elláthatott. A 16. század második felétől a keresztény országokban ismétlődő üldözések alól gyakran menekültek a zsidók a toleránsabb török fennhatóság alá. A hódoltsági területekre a Balkánról is számottevő bevándorlás indult meg. Ebben az időben elszórtan már az alföldi városokban is található zsidókat, a legjelentősebb centrum továbbra is Buda, a vezírbasa székhelye, de nagyobb szefár gyülekezetek alakulnak ki Belgrádban, Váradon és Temesváron is egyaránt. A 16-17. Század intoleráns európai viszonyokat ismerve nem csoda, hogy a hódoltsági zsidóság hűségesen kitart a törökök oldalán. A 16. század végén, a 17. század elején dúló hosszú úgynevezett 15 éves háború során a császári seregek háromszor is, 1598, 1602 és 1603 megkísérelték Buda ostromát. A mai Bécsi kapu közelében fekvő gettó lakói védték otthonukat, egy alkalommal közelharcba szorították vissza a várkapun bezúdoló támadókat. A 17. század második felében a tradicionális életvitelű körülbelül 1000 fős létszámú budai zsidó gyülekezet három ritus között oszlott meg. Az első, a spanyol eredetű szefárd közösség és a birodalom közel-keleti tartományából származó úgynevezett szíriai közösség, vagy mizrahi-keleti közösség. Mellett újra domináns szerephez jutott a gyülekezetnek mintegy kétharmadát alkotó lengyelországi, alsó-ausztriai és bécsi menükeltekkel is gyarapodott askenázi zsidóság. Vélhetőleg a fenti megoszlásnak megfelelően Budán előbb két, majd 1670 után már három zsinagógáról hallunk. Kettő a várbeli zsidó negyed területén, a mai Táncsis Mihály utcában, míg a harmadik a víziváros vagy korabeli dokumentumokban zsidóváros néven nevezett területen. Mivel az időm, az előadásra kapott időm a végéhez ért, összefoglalva a zsidóság életében ez a 150 év új lehetőségeket adott a török hódoltság területén. Új, olyan addig elképzelhetetlen munka, illetve hivatali ajtók nyíltak meg, amelyeket ezt megelőzően a zsidóság nem ismert, illetve még a 9-10-11. Században az ibériai félszigeten az andalúziai arab-zsidó együttélés korában. Ez egy nagyon különleges időszak, ahol, mint ahogy bátorkodtam önök elé hozni, a források is eltérnek. A zsidóság számára ez egy különleges időszak, és örülök annak, hogy ezt megoszthattam önökkel. Köszönöm szépen a figyelmüket!